A demokrácia nem biztos állapot, minden nap meg kell érte küzdeni, mondta a leköszönő német kancellár a német újraegyesítés évfordulójára rendezett ünnepségen. A hagyományosan háromnapos eseménysorozatot idén a világjárvány miatt lemondták, csak néhány vezető politikus emlékezett meg a 31 évvel ezelőtti eseményekről a szászánhálti Halle templomában. 1990. október 3-án az országunkat békében egyesítették. Az elnyert szabadság nem csak a nyakunkba szakadt, hanem megdolgoztunk érte. Ma csak azért élhetünk egy egységes országban, mert voltak németek, akik kockáztatták a munkájukat, a jogaikat és az életüket, hogy egy jobb társadalmat hozzanak létre, mondta Angela Merkel hozzátéve, manapság egyre többen támadják a kiharcolt európai értékeket. Gyűlölettel és hazugságokkal tömik az emberek fejét, és ellehetetlenítik a független médiát. A kancellár elmondta, a populista politikusok nem csak a különböző bőrszínű vagy etnikumú emberekre jelentenek veszélyt, hanem magára a demokráciára is.